Jó estét kívánok! Jogerősen is elítélték a pécsi valutázó 4 gyilkosát. A bíró legenyhébb büntetésként 5 év börtönt, legsúlyosabbként életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki. Történt, hogy 2 évvel ezelőtt a 4 vádlott azért ment a Pécsett élő bosnyák férfi lakására, hogy elvigye az otthonában tartott több millió forintot. A férfi azonban ellenállt, nem akarta adni a pénzt, ezért a vádlottak előbb órákig kínozták, majd több kés szúrással megölték őt. Még 2012-ben ölték meg a Pécsett élő bosnyák származású férfit. A bíróság szerint egyértelmű, hogy a 2 férfi és 2 nő ölni ment a pénzváltó lakására. Másodrendű vádlott halmazati büntetését, a mellékbüntetés és a végrehajtási fokozat érintetlenül hagyása mellett 24 év szabadságvesztésre enyhíti. Berkisné Tímea Sarolta harmadrendű vádlott halmazati büntetését a végrehajtási fokozat érintetlenül hagyása mellett 12 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra súlyosbítja. A vádlottak azt vallották korábban, hogy a negyedrendű 17 éves lányt molesztálta a férfi, aki a pénzváltó lakásában takarítást vállalt. Ezt akarta tisztázni a bosnyák férfival a lány anyja, annak élettársa és a lány barátja. Bejutva a lakásba azonban megverték a férfit, órákig kínozták, hogy árulja el, hol tartja a pénzét. A férfi a brutális kínzásba később belehalt. A vádlottak a lakásból még 5 millió forintot is elvittek. Magukkal vitt eszközöknek a jellege külön-külön is, de különösen még inkább együttesen alkalmatlanok voltak bármiféle nézeteltérésnek, vagy a negyedrendű vádlottal kapcsolatos kérdésnek a megbeszélésére, tisztázására sértődtek. A lány anyja 12 évet, élettársa életfogytiglanit kapott. Legkorábban 35 év múlva szabadulhat feltételesen. A lány barátjának enyhítették 24 évre a szabadságvesztését. A férfinál takarító lány pedig 5 évet kapott. A szabadságvesztést fegyházban kellett tölteniük.